Kérem, hogy hívjanak egy magyar nyelvű tolmácsot és egy magyar nyelvű ügyvédet. Kérem, hogy értesítsék a magyar nagykövetséget, a római magyar nagykövetséget. Én nem kértem semmi más, csak azt, hogy a jelenlévő rendőrök a pisztolyai főügyészségen 2010
16. március 22-én hozzák ide a négy legfontosabb iratot, amelyben a korrupció bizonyítékai vannak. Néhány nappal ezelőtt kértem az olasz államelnököt, hogy helyezzenek védelem alá az ellenem elkövetett erőszakos cselekmények miatt. Néhány órával ezelőtt felhívtam a Quirinálét, beszéltem a Mattarellának a titkárnőjével, és eddig még semmi intézkedés nem történt. Ez történt velem a mai napon a pisztolyai ügyészségen. Kihívták a mentőket, és kényszerkezelés alá vesznek, azzal fenyegettek, hogy elvisznek a kórházba, hogyha nem megyek innen ki. Kérem, hogy értesítsék a magyar családtagjaimat azonnal, Horváth István Józsefné, Pollák Mária Valéria és a fiamat Vetti Ricardot. Jogom van az olasz alkotmány értelmében és a strasbourgi nemzetközi nyilatkozat értelmében. Kérem azt is, hogy tartsák tiszteletben a New York-i 1967-es egyezményt, amely a politikai és a polgári jogaimról szól. A jelenlévő rendőrök megtagadnak mindenféle jogomat. Kértem, hogy hívják ide a pisztolyai főügyészt, Paolo Canessát, a prefektust, de nem hajlandó. Várom a következményeit, a következő ellenem ismételten elkövetett erőszakos akcióknak. Kértem, hogy hívják ide Giuseppe Ciccarelli, aki a bírót, aki az ellenem törvénytelen intézkedéseket hozott, ami miatt megtiltották, hogy mindenféle emberi jogomat, hogy az olasz közhivatalokhoz fordulja. Mindenféle alkotmányos jogomból kizárták, még elvették a szavazati jogaimat is. Megváltoztatták a személyes adataimat, amelynek alapján, mint veszélyes bűnöző tartanak nyilván a belügyminisztériumba, amelyről értesítették az államelnököt is. Ezek után nem maradt más hátra, mint várom a következményeit a ma ismételten ellenem elkövetett erőszakos akcióknak. Jelen van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rendőr, azaz csendőr, az ügyészséghez tartozó rendőrök, orvos és önkéntesek a kórházból. Nem vagyok hajlandó olaszul beszélni, mert állandóan azzal vádolnak, hogy érthetetlen nyelven beszélek. Mindaz, ami ezután történik, felveszem magnórát.